Sziasztok! A mai videóban az Ismerd meg jobban teget fogom elkészíteni, hiszen már nagyon sokan kértétek. Úgyhogy a kérdések egy része tőletek érkezett, a másik része pedig az Ismerd meg tagnek az alapkérdései lesznek, úgyhogy kezdjük is. Oldalról fogok puskázni, ott vannak a kérdések, úgyhogy ezért van az, hogy néha majd oda fogok zoomolni. Az első kérdés az, hogy mióta sminkelem magam. Szerintem általános iskola 7.-8. osztályába kezdtem el szempillaspirált meg egy szájfényt használni, aztán folyamatosan egyre több terméket használtam. Hogyan tanultál meg sminkelni? Igazából az egész sminkelés szeretete nekem az ilyen YouTube videókból jött. Szerintem elsőként Dulce Candy-t kezdtem el követni, és én emlékszem rá, hogy körülbelül 3 délután leforgás alatt megnéztem a több száz videóját Dulce Candy-nek, és akkor nekem teljesen szerelem lett ez az egész úgymond beauty világ, és ennek hatására is kezdtem el egyébként blogolni. A harmadik kérdés, hogy honnan jött a Breakfast at Fru név. Amikor én megcsináltam a blogomat, fogalmam sem volt igazából, hogy mivé fog ez alakulni, és milyen blog lesz ez pontosan. Az egyik kedvenc filmem a Breakfast at Tiffany's, ami egy Audrey Hepburn film, aminek a magyar címe az Álom luxus kivitelben, és ott a Tiffany's névet, mint a Tiffany üzletet, az én nevemre cseréltem ki is, így lett ebből Breakfast at Fru. Igazából semmi különleges. Én már annyira nem szeretem, mert semmi köze nincs ahhoz, magához a blognak a témájához. Én már nagyon szívesen megszabadulnék tőle, de hát már nem hiszem, hogy így 3-4 év után már lehetőségem lenne átcserélni, amiből nem hiszem, hogy már sok jó származna belőle. Következő kérdés, jártál már külföldön? Ha igen, akkor hol? Nem sokat jártam eddig külföldön. Még a gimiben azt hiszem 9-esek voltunk, amikor elmentünk a sulival egy ilyen külföldi kirándulásra. Akkor Angliában, Franciaországban és Belgiumban voltam, és tavaly pedig Velencében, amit imádtam, és hát nagyon szeretnék még több helyre elmenni, mert ezek óriási élmények számomra, és ezeket tényleg soha nem fogom elfelejteni. Mindig nagyon jó külföldre menni, hogy egy teljesen új kultúrát megismerj, és egy teljesen más szemszögből lásd a világot. Van-e olyan dolog, amitől félsz? A békáktól nagyon-nagyon félek. Nem is az, hogy félek, hanem inkább ilyen undorodok tőlük, és ha már valaki róluk beszél, már igazából, mert most is így a hideg futkos a hátamon, és teljesen rosszul vagyok a békáktól, szóval inkább bevágni a bogarat rámraknak, na jó, hát annak se örülnék, de a békák az a legrosszabb dolog a világon számomra. Reggel, amikor felkelsz, vagy már az előtti nap este kitalálod, hogy milyen sminket fogsz viselni másnap, illetve aznap. Hát én hétköznap egy nagyon egyszerű sminket szoktam viselni, szinte mindig ugyanazt, úgyhogy ezzel nincs nagyon mit kitalálni, viszont a ruhámat mindig előző este ki szoktam készíteni, mert ha reggel kezdenék el válogatni, annak biztosan nem lenne jó vége, és biztos mindenhonnan elkésnék, úgyhogy ezért már így előző nap este ki szoktam készíteni a ruháimat. Mikor volt az utolsó alkalom, amikor sírtál? Nagyon-nagyon érzelgős vagyok, és bármilyen filmem, sőt zenén, bármilyen műsorom tudok sírni. És komolyan olyan érzésem, amit a klimaxolnák is ilyen hangulatváltozásaim lennének, mert például, akkor szokott lenni tévében, kapcsolgatom a tévét, és véletlenül mondjuk az Álomépítők megy, vagy a Nagy háza átalakítás, hogy mi is ennek a címe is, mert azonnal is annyira el tudok érzékenyülni, hogy simán így mások boldogságától tudnék sírni, úgyhogy számomra az ilyen minimálisan érzelmes filmeken is nagyon tudok sírni, úgyhogy ez sajnos nálam elég gyakori. Mi a kedvenc műzlid? Gabonapehely? Cereal? Ezt a kérdést most éppen angolul olvasom, és ezért most műzli vagy gabonapehely számomra mind a kettő ugyanaz. Na az a lényeg, hogy mi a kedvenc műzlid vagy gabonapehelyet? Cinnaminis, egyértelműen. Régen nagyon utáltam a fahéjat, de a Cinnaminis megszerettette velem, és akár nyersen is egy dobozzal meg tudnám enni, de tejjel is, szóval imádom. Van-e valamilyen állatod? Azt hiszem, ezt nem kell bemutatnom, és nem szükséges itt semmilyen magyarázat. Hello! Hello! Sziasztok! Mi a kedvenc filmed? Nagyon szeretem a régi filmeket. Magyar címe nem jut eszembe, de igazából az angol se. Egy kis ravasság, igen, az egy kis ravasságot nagyon szeretem. A Holiday-t. Oldalról puskázok a DVD-im közül. Szinte az összes Leonardo DiCaprio filmet nagyon szeretem.
Most legutóbb a Wall Street farkasát láttam, és hát ez valami parádés volt, nagyon-nagyon tetszett. És a Leonardo DiCaprio, ops, akkor a Viharszigetet is egyszerűen imádom. Vagy például a Tökéletes trükk, azt is nagyon-nagyon szeretem. Mi volt a kedvenc tantárgyod a suliban? Hát én nagyon szeretek nyelveket tanulni, és azért gimiben is az angol és az olasz volt a kedvencem. És most fősulin, hát nincs igazán kedvenc tárgyam, mindegyiket kicsit egy kis szenvedésnek élem meg, de hát az angolt azt most is szeretem, és igazából még a számvitelt tartottam elég érdekesnek. Sportolsz valamit? Nem, sajnos nagyon-nagyon lusta vagyok, és mindig elhatározom, hogy fogok egy kicsit mozogni, kicsit edzeni, de körülbelül 5 perc, ha nagy nehezen ráveszem magam, akkor is 5 perc után abba hagyom, és nagyon szeretném, ha valami motiváljon engem, de igazából még semmi jó motivációt nem találtam ki magamnak, pedig szükségem lenne rá. Nem azért, mert fogyni szeretnék, vagy ilyesmi, de a sportolás az nagyon fontos, hogy hosszú távon egészségesek legyünk, és éppen ezért én is szeretnék sportolni, viszont egyszerűen nem bírom rávenni magam. Úgyhogy ha valakinek van valami jó ötlete, hogy ti hogyan szoktatok magatokat rávenni a sportolásra, vagy van valami videó, amit szoktatok nézni sportolás közben, edzés közben, akkor azt mindenféleképpen küldjétek el nekem, mert tényleg nagyon szükségem van rá. Aztán mi a kedvenc könyved? Hát a Harry Potter az egy minden időkre a kedvenc könyvem maradt, mert igazából a Harry Potter volt az, ami megszerettette velem az olvasást. Szerintem még elsős voltam, amikor a moziba osztály kiránduláson elmentünk megnézni a Harry Pottert, és én utána kezdtem el olvasni, és faltam az összes Harry Pottert, és fejből tudom körülbelül a könyvet is, mert rengetegszer olvastam mindegyik részt, meg a filmet is fejből tudom, és számomra nagy csalódás volt, hogy nem jött a levelem Roxfordból. Ugye 11 évesen szokták küldeni Roxfordból a levelet, de én meg 12 évesen is vártam, mert évvesztes vagyok, és hát, ha küldik következő évben. Sőt, igazából én most is várom, hát, ha más az időszámítás a boszorkányok és varázslók világába, de még sajnos most se kaptam. Többi kedvenc könyvem. Például a Büszkeség és a balítéletet nagyon-nagyon szerettem, vagy az Elfújta a szél, illetve az Elfújta a szél előzménye, ahonnan a szél fújt, illetve az Elfújta a szélnek a utókönyvei, akit már egy másik szerző írt, ami csak Scarlettről szólt, és hogy megpróbálta visszaszerezni. Nem jut eszembe a pasi nevét, őt. Mi a kedvenc állatod? Joey kutya! A legjobb kutya, a Joey kutya! Mik a kedvenc sorozataid? Én nagyon szeretek sorozatokat nézni, és a kedvenc sorozataim azok mindig váltakoznak, általában azok a kedvencem, amiket éppen nézek. Most ugye a Pretty Little Liars-t és a Ravenswood-ot nézem, ami mind a kettőt nagyon szeretem, de persze mindig kedvencem maradt például az olyan klasszikus, mint mondjuk a Született feleségek, vagy a Dr. House, az Odát. Rengeteg sorozatot néztem, és valamiért most semmi nem jut eszembe. Ezeket is nagyon szeretem, illetve volt egy mini sorozat, amit egyszer még a TV2-n adtak, Kutyaszorítóban a címe. Nagyon izgalmas kis sztori, egy bankrablásról szól. Azt hiszem 8 részes az egész, de nagyon szeretem, mert nagyon izgalmas volt. Úgyhogy azt is most újra meg kéne néznem. Illetve úgy tervezem, hogy ma elkezdem megnézni a Devious Maids-et is. Az utolsó kérdés, hogy mik a kedvenc tévéműsoraim. A TLC-n és a Viaszaton kívül nem nagyon szoktam tévét nézni, viszont a TLC-hez van egy ilyen kis megszállottságom, mert szinte minden TLC műsort nagyon szeretek. Az apró szépségeket azért szoktam nézni, mert borzasztó jókat tudok nevetni, ahogy az anyák mennyire komolyan veszik ezt az egészet, illetve hogy mit művelnek szegény gyerekeikkel. Abszolút elítélem az egész gyerek szépségversenyes dolgot, de mégis ezért tök vicces nézni, hogy milyen hülyét csinálnak magukból. Aztán a TLC-n nagyon szeretem az Amisok New Yorkban, és az Amisok Los Angelesben. Tök érdekes, és mindenféle fura, orvosi esettel foglalkozó műsorokat szeretek nézni. Igazából nagyon rosszul vagyok a vértől, meg minden injekcióstű, bármi ilyesmitől, totál rosszul vagyok, de valamiért tévében szeretek mindenféle plasztikai műtéteket nézni, és ehhez hasonlók. Vagy például TLC-n meg szintén az Élve eltemetve, amilyen gyűjtögető emberekről szól, és én például azt is nagyon szeretem. Ennyi lett volna ez a tag videó. Minden kérdésre válaszoltam, amit fel volt sorolva. Remélem, ezzel egy kicsit jobban megismertetek. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok! Éppen most fejeztem be ezt a videót, de felmentem Facebookra, és ebben a pillanatban érkezett néhány kérdés, amire most válaszolni fogok.
Az egyik kérdés az, hogy mit tanulok. Én most a BGF külkereskedelmi karára járok, és nemzetközi gazdálkodás szakon tanulok éppen, első éves vagyok. Hány éves vagy? 20. Mi az álommunkád? Hát reméljük, az lesz az álommunkám, amit tanulok. Mi a kedvenc színed, és melyiket utálod a legjobban? Joy, te ne sípolj. Most azért sípol, mert kint mentek el az utcán, és ő most meg akar menteni engem. De még nem tudjuk, hogy mitől. Tehát igazából nincsen kedvenc színem, és nincs is olyan, amit nagyon utálnék, mert minden színnek van egy szép árnyalata, de ha mégis kedvencet kéne választanom, akkor talán az a lila lenne. Kedvenc zeném, Justin Timberlake-et. Szóval Justin Timberlake-et imádom, és most éppen egyébként Beyoncé-nek az új albumát hallgatom. Amihez még most igazából ilyen kétes érzéseim vannak. Ilyen kicsit kétes érzéseim vannak azzal az albummal kapcsolatban, mert hát óriási népszerűség fogadta, és ugye az első napokban arany lemez, vagy platina lemez, vagy mit tudom én, mi lett belőle. És hát nekem elsőre kicsit csalódás volt, mert szerintem Beyoncé-nak az előző albumai sokkal jobban sikerültek, de minél többet hallgatom, igazából annál jobban szeretem. Ez a kutya, ez valami borzasztó. Úgyhogy, ja, Beyoncé és Justin Timberlake-et nagyon-nagyon szeretem. Ne, Joy, ne, le fogod borítani! Ne, nem szabad! Mennek az utcán.